Jó reggelt mindenkinek, boldog Summer Sale-t. Mi a helyzet, srácok? Kinek hogy telt a tegnap este 7 óra óta az élete? Biztos találtatok jó dolgokat. Sok mindenre jött válasz, amit tegnap kérdeztetek, és mondtátok, hogy szerettétek volna, hogyha le lenne nagyon-nagyon árazva, mert láttam, hogy már többen írtátok, hogy vágytok dolgokra, amiket szeretnétek, hogy olcsóbban megkaphatnátok, és én úgy láttam, próbáltam így járböngészni tegnap este óta, még ma reggel is ezt csináltam, hogy nagyjából megnézem, hogy mik azok, amik tényleg jó árban vannak, és hát azt kell mondjam, hogy majdnem minden. Enkor azt mondja, nézem meg a hajnali csíreket. Várjál, Refreemannek látom a feliratkozását, köszi szépen haver, és köszi szépen a videót is, nagyon állat. Csapó Mikinek és Princess Tornak is köszönjük szépen a feliratkozást. Pizsi Pazsának is köszönjük szépen a támogatást. Állat vagy? Más csírt nem nagyon látok amúgy Enkon. Lehet, hogy a notification-jeimmel van baj, nem tudom. Jó reggelt mindenkinek! Debrecenben nem vihar volt, Debrecenben vihar van. A PUBG nincs leárazva. Komolyan! Figyelj, megmondom, mi a taktik. Én azt szoktam nagyjából csinálni a Steam széren első körben, mert ez a spórolós dolog része, hogyha erről van szó, hogy van egy ilyen kategória, hogyha eléggé legörgettek, hogy under 10 euros, tehát 10 euró alatti cuccok. Én erre szoktam rákattintani, és gyakorlatilag ezeket szoktam böngészni a végtelenségig. Hogyha megskubizzátok, ugye ez a 10 euró alatti cucc, most itt látjátok, hogy van, ami már megvan, van, ami még nincs meg, teljesen lényegtelen ezen az accounton, ami megvan, ami nincs. De, hogyha látjátok, már az első oldal tele van csupa-csupa finomsággal, én ezeket ajánlanám nektek első körben, hogy nézzétek meg, mi van 10 euró alatt. Én ezeket szoktam nézni, itt látjátok, 4 euróért Shadow of Mordor, azt a kurva, 8 euróért Stardew Valley, ami kurva jó, 7 euróért van a South Park, ez csak az első oldal, csak úgy viccből hoztam fel, nézzétek meg, Bioshock Infinite-et lehet kapni 7,5-ért. A mocskos, rohadt szemétláda Darkest Dungeon most 9 euró, amit akkor se fogok megvenni, mert én nem fogok Faritek zsábát kapni semmitől többet, erre már így elhatároztam magam, bár ez ugye később úgyis meg fog csusszanni. Szóval, és ez csak az első oldal, és itt azt hiszem, ami 400, majdnem 500 játék van a 10 euró alatti range-ben, hogyha ebbe így befészkelitek magatokat, szerintem ez már bőven jó, de azt is láttam egyébként, hogy rengeteg sokan mondtátok tegnap, hogy nagyon szeretnétek, hogyha a Dark Souls-ok lennének jobb árasítva. Azt már most tudom mondani, hogy a harmadik résznek a minden verziója szinte féláras. Azt hiszem a sima változat az valami 60%-os, szóval ez valami, az valami eléggé komoly így első körre. A többi rész... a kereső az fantasztikusan gyorsan működik, de szerintem egyébként arra is ez szokott menni, ki ez van. No! Nem, Nessine, nem. No Darkest Dungeon, nem. Nem. Én a Darkest Dungeon-t nézni szoktam, megmondom őszintén, és még az is fáj. Szóval, fúj. Nem. A Stardew-val itt meg kéne venni, ezt nagyon jól látod egyébként. Annak is oka van, hogy azt én miért nem veszem meg. Maradjunk annyiban. Vannak dolgok a világon, amire nincs időm. Aquila! Szóval Aquila, ez is daily fact lenne amúgy alapvetően? Oké. Okay. A himalájai mély, mint mély. Nem a vastelep. A világ legnagyobb mézelő méfaja a világon. Például a kétszer nagyobb az Amerikában felelhető bármelyik társánál. A méh. A Himalájában nem megyünk. Egy idejének hossza akár 3 centi is lehet. Kizárólag a Himaláján él 2500 és 4100 méteres magasság között. Na tessék, ennyit érsz el azzal, bazd meg, ha magasra költözöl, hogy ne menjenek fel a méhek. Fasza. A méretén kívül az általa előállított méz tulajdonsága is különlegesít. Teszik, egy ritka, halucinogén és pofátlanul drága nektárról beszélünk. Ne basszál be, állsz a méztől? Különböző magasságban épített fészkek különböző ízű mézeket rejthetnek, amelyekből a fészek akár 60 kg is effe. 60 kg méz, na ne basszál már fel.
Wow. A méz többek között a rhododendron cserje virágából gyűjtött méreganyagot tartalmazza, ez a toxin képes teljesen kiütni a fogyasztóját, amiatt rendkívül keresett termék a fekete piacon. Mármint, hogy frankón a méz találnak be. Wow. A méz fogyasztásának esetleges mellékhatásai között szerepel a szédülés, a hányinger, a hasmenés, az eszméletvesztés, illetve a kimúlás is. Hát mondjuk az durva trip. Na de hát ez van. Aquila, ha ezeket sikerül elkerülni, a nektár megváltoztatja felhasználója mentális állapotát, felpörgetheti a szexuális teljesítményét, illetve hallucinációkkal is megörvendeztetheti. Na várjál, akkor ez egy ilyen risk management? Hm? Tehát, hogy így beveszel egy ilyen nagy evőkanállal, mielőtt mondjuk készülsz, érted, megáldani valakit a nagy jogarral, és akkor így mondod neki, mikor így bekapod a mézet, hogy na most várjál, mert most vagy befosok, vagy feláll. Vagy hogy van ez most ez? Na mindegy, érdekes. Érdekes minden esetre. Köszi szépen. Fura. Vagy. Hát, janyanya. Az így kávé. Ugye, de ugye, hogy milyen vicces egyébként, hogy... Na mindegy, és akkor reméljük, hogy jót pörgetünk a szerencsegeréken. Helyhol, srácok, update, sikerült levetetni a másolt pocsinkis pólókat a netről. Maniac Music, nice! Szeretném megköszönni ennek a masszív VR családnak, hogy sokan egyenként felkerestek, amikor megjelent a fék, jó ide tartozni, VR. És egy kép. Agin képusz. Nice! Zsírság mérje fűzik. Fasza, köszönjük szépen. Jó, igen, a Half-Life Pack 4 euró, bazd meg, láttam, a Wolf Pack. Tehát a Wolf Pack. Van egy ilyen, hogy Wolf Pack, vagy Valve, vagy Valve. Complete Pack. Wolf Complete Pack? Az olyan 95%. Igen, 98 euró helyett... 17, azt hiszem. Ne. Vagy igen? Nem, olyan... 100 valány euró helyett 17. Várj, brutális, várj, ezt megmutatom. Valve... Complete Pack. Figyelj már! Nézd! Látjátok itt? Beleírtam a Search the Store-ba! Jani! Látom. Ezt hogy csináltam? Ez az. Valve Pack... 700 euró helyett az... Várj, bazen nem tudok írni. Van ez a bol? Itt van. 200 euró helyett 17 euró. Ez minden val. Minden az égvilágon. Ez például egy kurva jó pack. Kurva jó pack. Jó, és 33%-os kedvezménnyel lehet kapni a cségút. Úgyhogy kibaszott a vac, sok sikert. Pixel, szép jó reggelt, gyors beköszönés mellé valót, ma az egyik rendezvényünket építem, így már nem tudok érdekes fektel szolgálni, további szép reggelt. Köszönjük szépen, Pixel, most Aquila szolgált, egy baszó halucinogén pöcsállító mémészel. Úgyhogy van. Úgyhogy vannak nagyon-nagyon jó dílek egyébként. Furcsálom, hogy a PUBG nem került bele mondjuk legalább egy 10%-os kedvezménnyel. Tehát amennyit eladtak belőle, igen, szerintem amúgy már egész jól áll. Szóval így, na mindegy. Sziké, ha nagy spórolást akarsz látni, nézd meg az Ultimate Code Pack-et, szinte ingyen van. Van Ultimate Code Pack? Ne basszatok fel. Hadd vegyem meg. De várjál, nem hiszem, hogy Code Pack-ként lesz fent. Call of Duty... Geci, ez mind DLC, bazd meg. Call of Duty... Pack? What? Call of Duty... Nem. Call of Duty Ultimate. Nem találom! Na, de mindegy is. Pazd meg, hogy a faszomba lehet a kod 1 meg a kod 2 egyenként még mindig 10 euró? Mit akarsz? Ha? Ha jó, hogy megy a szerver? Faszom. Mindegy, érdekes. Call of Duty Franchise! Megint beleírtam. Igen. Most kíváncsi vagyok már. Franchise. Tudok írni, yes. És itt találom meg, jó szopjon ki. Korinszki, kösz szépen a 7 hónapot, ennek sose lesz vége. Remélem is, Korinszki. Remélem is. Viszont a Commandos
74 eurocent. Na az. A Beyond the Call of Duty. Fuck yeah. És kurva sok régi játék van, ami egyébként ennyire baszó. Sőt, láttam nagyon-nagyon-nagyon nagy kincseket is. Ja, akit érdekel, mert beszéltünk róla, a Star Wars Jedi Outcast és Jedi Academy-nek darabja 2,5 euró. Az deal. Az nagyon nagy deal. Az nagyon nagy deal. Na mindig ne beszéljünk a Steam sale-ről, mert megbaszódunk. Véleményem szerint. Jó? Úgyhogy ennyi. Összes Half-Life 1 euró alatt, Far Cry 6,8. Jajaja, tehát ezek brutik. Ezek brutik. Hát ha meg kell vaszolni, el kell vaszolni, igazatok lehet. Szóval vannak jó dílek, nagyon-nagyon jó dílek. Nincs oda? Ja igen, aki esetleg nem hallotta, vagy nem tudja. Humblebundle.com. Még most, várjál. Még most... Igen, itt van. Nem, ezt nem. Így. Mondjuk így. Jó. Még egy nap 10 órán keresztül a Killing Floor free. Ez egy kurva jó játék. És co-opban még kurva jobb. Úgyhogy mindenképp repüljetek rá. Mert szerintem kibaszottul jó. És ez free. Texted. Látod? Nem kell aggódni, hogy nincs rá keret. Ez free. Úgyhogy ezt köszönjük szépen a Humble Bundle-nek, mert nagyon állat. Wolfmark, szevasztok, jó reggelt, csak arra lennék kíváncsi, eldöntitek, hogy no public-e... Mi? Olvassuk fel, mert olyan érdekes, Wolfmark. Szóval azt akarja kérdezni, beszarok. Szevasztok, jó reggelt, neked is. Csak arra lennék kíváncsi, eldöntitek, hogy publik-e vagy sem. Igen. A kérdés a következő, hogy bírom az ilyen turkálást, de amúgy ez annyira triviális, hogy ez nem probléma. Hogy a 150 ezer forintot meghaladja-e a bevételetek havonta, ha a donéteket nem számoljuk? Azért lenne fontos tudnom, mert Jerry barátom elkezdett YouTube-ozni, és kíváncsi, fület vágok. Oh yeah. Igen! Meghaladja. Tudod, ketten vagyunk. Ha a kettőnknek nem haladná meg ezt az összeget, akkor az úgy nem lenne túl jó. Maradjunk annyiban. Valahogy megoldanánk azt is, de... Na. Úgyhogy, ja. Meghaladja. Na mindegy, hagyjuk is ezt. Kettő dologról szeretnék beszélni ma. Mindkettő nagyon érdekes téma. Ebből a második az egy fórum által ajánlott téma. Az első az pedig egy általam ajánlott téma. Az első. Nézegetek mostanában, mert nagyon kíváncsi vagyok bizonyos okoknál fogva, ilyen podcasteket, amiket Magyarországon csinálnak. Többet is. Mert vannak. Több jó. Mármint több van, mint hinnéd. Na. Egyéb iránt. És ezek live-ban mennek egyébként. Van, amelyik Twitch-en, legtöbb YouTube-on. A formátumukat nézegettem, illetve hogy hányan nézik, hogy mit csinálnak benne, és a többi, és a többi. Ó, egyébként, igen, le lehet akadni a pénztémáról a véreles faszba, a második témakör fűződik majd ehhez, de csak egy picit. Na, szóval, itt most nem feltétlenül a podcastre gondolok, vagy ilyesmire, annál azért underground-abb dolgokról beszélek, amiket kevesebben néznek. Néztem olyat, amit 20-an néznek, néztem olyat, amit 60-an néznek, stb. Csőm ez a Flexion, üdv mindenkinek, jó reggelt, jó reggelt. Szóval, nézegetek podcasteket,
amik gyakorlatilag ugye ilyen heti történésekkel foglalkoznak, van, hogy játékokkal foglalkoznak, vagyis szeretnének, de leginkább fasságokról beszélnek általában, tehát most úgy értem, hogy elmegy a beszélgetés, mint ahogy a Happy Hour-be is el szokott menni nagyon sokszor valamilyen irányba, ami nem feltétlenül mondjuk az adott témakörhöz kapcsolódik. Na most ezzel nincs is nagyon nagy gond alapvetően. Mondjuk azzal sincs gond, hogy sokan arra rendelnek egy fél órán keresztül a podcastjükből, hogy miért nem nézik. Ami egy picit már fura, de most ezt hagyjuk is, nem erről beszélünk. Van ennek egy kérdésem, ami nagyon-nagyon általános, és léci, próbáljátok meg nem találgatni, hogy melyik csatornákra gondolok, mert itt abszolút nem specifikus csatornáról beszélek. Mielőtt a kérdést felteszem, ha mi valamit szarul csinálunk, vagy szarul mondunk, vagy rosszul tudunk, azért általában rám húzzák a szaros gatyát. Rögtön, és a seggünket paskolva kergetnek a tundrán. Nagyjából ezt tudom mondani. Amit tök ok is. Na de, mit kell csinálni? Mit kell csinálni ahhoz, hogy egy podcastnak a közönsége, az a két ember, 20 ember, 100 ember, aki nézi, tök mindegy. Amikor olyan ordas fasságokat beszélnek, hogy otthon mosogatás közben a gínszukést bazd meg, nem hogy megvágom vele magam, feldugnám az erembe a kést, érted? Akkor miért nem írja senki bazd meg, hogy te mi a faszról beszélsz? Miért van az, hogy mindenki hallgatja, hogy ó, ez az, mondd még, most ott érzem pont. Ha? De most komolyan, ha valakinek van egy közönsége, az azt jelenti, hogy bármit mond, az jó. Tehát, ha valaki hülyeségekről beszél, vagy nem jó dolgokról beszél, olyan dolgokkal kapcsolatban, ami gyakorlatilag tényszerű megállapítás lenne, érted? Akkor mi van? Tehát, hogy miért? Kurvára felbasz ez. Miben? Mit mond a száj? Hát, azok az emberek már rég elkattintottak a picsába, nem hallgatják. Nem veszik a fáradtságot, hogy beírjanak. Ez jogos. Ja, ez kurvára igaz. Erre nem gondoltam. Az, hogy a nézők sem értenek hozzá, én azzal azért nem értek egyet, mert azért azok az emberek, akik mondjuk az adott témakör iránt érdeklődnek, általában nem a podcastben hallanak először egy adott témáról. Tudnak olvasni az internet más zegében, zugában. Szóval ez ilyen. Nem tudom, fura. Az nem közösségnek hívják, hanem hívőknek, de létezik. Köszik egy. Brother, azért, mert 6 évesek nézik, és senki nem ért hozzá, hülyeség, elhiszik, lehet költői túlzásom, hogy jó reggelt. Igen. Ráadásul számolt ki, hogy 2000 embernek a 0,1%-a baszogat, akkor 20 ember, 20 embernek mennyi a 0,1%-a, amúgy meg nem véletlenül nem nézi senki őket, akik hülyeséget beszélnek. Igazad lehet, Protó. Ebben is igazad lehet. De nagyon fura egyébként az, hogy tehát én, hogyha mondjuk például beszélünk valamiről, én, főleg mondjuk, hogyha gémekről beszélünk, a vélemény eltérések fontosak. És én azt tartom egy beszélgetésnek, hogyha elmondja mindenki a véleményét. Nem ez a bólogatás van. Én nem tudom, rettentő mód felbaszott. Ez csak egy dolog, ami mocskosul felbaszott. Egy csomó minden néztem, ami alapvetően mi a fasz? Én ezt nem hiszem el egyszerűen. Mindenki tudja az ismerős körömből, hogy minden reggel happy hour van, és mindenki felhív közben azért. Mindenki, mi van? Hát, ha ráér, érted? Lehet, hogy most 2 mondat közt van. Érted? Na mindegy is. Szóval. Nem tudom, valami miatt nyilván vannak amúgy nagyon jó podcastek is egyébként, amiket szerintem úgymond méltatlanul kevesen néznek itt Magyarországon, mert igenis jó dolgokról beszélnek nagyon, és nagyobb figyelmet érdemelnének, illetve vannak podcastek itthon, amelyekben olyan emberek beszélnek, akik tudnának kurva jó dolgokat mondani,
és nagyon is értenek ahhoz, amit mondanak, és valahogy mégsem. És nem én ismerem félre őket. Hanem olyan, minthogyha... Nem tudom. Késztetést érezne valaki amiatt, hogy nézi valaki, hogy folyamatosan hülyeségeket mondjon. Amik szerinte viccesek, de az egész ilyen gáz. Oké, Loki DS, jó ötlet, jó ötlet. Vermgard, a podcast minőségétől függ a közönség minősége. A hülyeség, amit áraszt, az olyanokat fog meg, akik vevők, vagy ugyanazon a szinten vannak. Szóval a streamer per podcast vonza a hasonló értelmi képességgel rendelkező embereket. Ez is igaz, Vermgard, ez is igaz. Lusgard, szerintem az olyan, mint a tévében levezített valóságsók. Egy rakás buta ostoba ember beszél egy rakás buta ostobaságot, és erre vevő egy rakás ember. Ez is igaz, Pluskat. Ez is igaz. Dressz, sziasztok róla, jó reggelt! Tudod, van a tudatos néző, aki nézi az adott csatornát, például titeket, de nem mindig ért vele egyet, és a saját gondolatai mentén nézi. Tehát van személyisége. Igen, ez egy fontos dolog egyébként, Dressz. Viszont a legnagyobb százalék sajnos, mint az agymosott birka csorra nézik, és isszák a szavait, mondjon bármekkora fasságot, és az a szomorú, hogy ezek ki is állnak a hülyeség mellett. Na mindegy, ez egy olyan probléma, ami mostanság a társadalmat egyre jobban érinti, fizetős magánvélemény volt. Köszi, ezt. Köszi szépen! Draven, ebben igazad van. Ebben igazad van. A podcast az definíciója szerint csak hanganyag. Viszont ezeket is podcasteknek hívják. Nem tudom miért, amiben ugye videóanyag is társul hozzá. Mi van? Ever. Nem tudom, nekem mind megvan. Azt hiszem 8 euróért vettem a Humble Bundle-en. Az ennyi összes? Az összes Tomb Raider-t. De benne van az összes DLC is. Igen. Na, jó, na mindegy, hagyjuk. Na mindegy is. Köszi a véleményeket, srácok. Hé, Szmi Mário, kösz szépen az 5 hónapot. Szóval... lehet, hogy inkább talk show. Igen. Videós podcast, vodcast. Fasz tudja, hogy kellene hívni. Nem tudom. De amúgy értem, hogy mit mondasz, és tényleg egyébként mondom, teljesen igazad van a podcast, elvileg csak hanganyag. Tehát egy ilyen, a podcast applikáció is csak hanganyag a telefonokon, szóval ez ilyen. De, hát nem tudom. Hiányát érzem én ennek. Erősen hiányát. Főleg a gaming szegmensben. A Twitch Talk Show-nak hívja. Teljesen jogos. Teljesen jogosan. Szia, Evi! Jó beiratkozást! LED! Így is tér! Ad mi az? Ó, az a Totál Káros podcast. Ha? Igen, az. Az fasza. Az fasz a cucc egyébként, és tök jó. Horváth! Köszönjük szépen a támogatást, haver! Azt a kurva! Sziasztok, jó reggelt! Először tudom nézni élőben a Happy Hour-t. Benne voltam az első 5000 feliratkozóban a bátyámmal együtt. Nagyon bírunk titeket, csak így tovább. Költsétek valami szépre ezen az esős szütykos napon. Üdvözlet! Nagyon szépen köszönjük, Horváth! És igyekszünk majd valami jóra költeni. Köszönjük szépen, haver! Köszönjük szépen! Vermgard, ha belegondolsz, akkor ha Jehova tanúi podcastben vagy streamben terjesztelik az igét, nem pedig házról házra, szinte biztos, hogy nagyobb táboruk lenne. True that? Mert akkor az lenne a mainstream. Például hallottad már, hogy Lacika csapatja reggelente a Jehova talkot Twitchen? Nem. Nem hiszed el, zseniális. És már is ketten nézik, és hatványozottan így tovább. A magyar nép még nem készült fel a streaming médiára és az internetre sajnos. Wow, man! Nem semmi. Nem semmi. Szakad az eső.
Micsoda? Miket írkálsz, Jani? Jaj, bazd meg. Jó, most az már értem. Azt elkezdődött a hal. Elkezdődött a hal? A hal az nagyon durva. Az nagyon durva. 9 millió alatt hallal, geci. 9 millió alatt a madarakat érzed, érted? De érzed is. De érzed, igen. Persze. Persze. A szárnyalatti mirigyeket lehet azzal kenni ebben. Nagyon durva. Nagyon-nagyon durva. Na de mindegy. Ilyen podcastet nem csinálunk, bazd meg, mert a halak fellázadnak. Úgyhogy szó se róla. Valahol megsüt a nap. Szóval... Igen, azt tudom beverzem, hogy itt minden később történik alapvetően. Nem tudom. Annyi mindent lehetne beszélni a gémekről. Ezt jutott eszembe ezekről a podcastekről alapvetően. Bassza az agyam. Kadri, hogy mondok-e több véleményt a Get Evenről? Igazából nem nagyon tudok többet mondani. Nekem nagyon-nagyon tetszett, zseni volt. Szerintem sokkal fajább, hogyha a saját véleménye alakul ki az embernek a játékról, illetve a történetről. A játékról elmondtam a véleményemet tegnap a végén, de összességében nagyon jó lett. Igen, az moz lennél! A CubeCast-et vágom-e? A CubeCast az, amit Sirius-ig csinálnak? Az a CubeCast? Az. Vágom. De az abba régen néztem bele, amikor kezdődött, azt hiszem. Az a, várjál, ott Csonti van, meg... Sirius? Igen, meg Viki? Vagy már nincs? Vagy nem tudom, hogy van. Ő is ott volt, meg az a Szajmi. Szajmi. Ah, igen. Mondom, az elején néztem, mikor elkezdődött. És nem azért hagytam abba, mert rossz volt, csak már, nem tudom, megnéztem az elején, mikor elkezdődött. Kex, miattunk miért virasztottál? Zsír kiha, passza. Örülök, hogy tetszett Schulzi a Getlyben. Érdekes volt, igen. Mudó kérdezi, hogy szerintem Fallout 4-e vagy Doom? Mudó, ilyeneket ne kérdezzél, mert egyből leesik a vércukrom. Attól függ. Az a baj, én mind a kettőt kurvára szeretem, és azt lássuk, azt hiszem 20, nem, 15 euró a Fallout 4. Hát 15 euróért az content, bazd meg. Az content, de a Doom is egy kibaszott kurva jó játék. Csak egy másik fajta. Nem egy kategória, András B., csak mind a kettőt rohadtul szeretem. Nagyon más a kettő. Szerintem egyszerű eldönteni a kettő közül, hogy melyik jobban a stílusod. 15 euró a Doom is! Mudó, most akartam mondani, hogy kérjék kölcsön. Mindkettőt vedd meg. Mind a kettő kibaszott kurva jó játék. 30 euróért is megérné darabja. The Logan, Retro Game, a Sense of Time és a Warrior Within-ből, az biztos, hogy amíg ez a stream létezik a világon, addig lesz. Maniac Music, már 9. éven netrádiózom, illetve az utóbbi időben videóként is közvetítjük az adást. Nem sok a követőnk, de így is heti több órát áldozunk egy-két órás műsorra. Témák, zenék, igényesség. Egy forintot nem kerestünk veled, de így szeretjük csinálni. Sound Arena. Nice Maniac Music, majd belekukizok. Dressed. Srácok, most látom, PUBG nincs benne a Steam-es lerezásos lófaszba. Igen, ugyanúgy 30 adó, elég szomorú, szerintem mindenre 30-50-70% akció van. Mondjátok, please, egy jó helyet, ahol olcsó. Tipikus magyar vagyok, csak az olcsó jó. Vagy ha már ki van írva, hogy akció, már báj. Kappa, bocs, semmi baj, Dressed. Valaki segítsen már, mert valahol olcsó. Van valami. Green Manen nem olcsó? Nem tudom.
Silent Bob, én is hatalmas Prince of Persia rajongó vagyok, és nagyon örültem neki, hogy Ubisoft-os srácok azt mondták a mostani E3-on, hogy nem felejtették el se a popot, se a Splinter Cell-t. Az Instant Gaming-en. Instant Gaming-en 25 euró. De amúgy nem tudom, hogy mennyire jó az Instant Gaming. Nem ismerem. Az múlik, ajánlották nekem a múltkor. De én is ismerem. Akkor nem tudom, mennyire jó hát, az Instant Gaming. De ott olcsóbb. Porfogó, Daily Fact. A rendszer valamiért ignorálja a nevemet. Tegnap küldtem egy donétet, és akkor láttátok, mikor elküldtem még egyet. Ma megint ment egy, ezért csak kíváncsiság kedvéért elköltöm ezt is. Vagy ezt látjátok előbb, vagy az elsőt? Ezt látom, Porfogó, közi szépen. Itt van, nem vettem észre. Sziasztok, lenne egy tech kérdésem, csak már szeretitek. Milyen cseles. Igen. És nem tudom, milyen scalingen kéne használjam. 100%-a minden kicsi, 250%-a minden fosza, de akkor már nincs értelme a nagy felbontásnak. 100%? Szemüveg? Az a jó, mikor ilyen picik az ikonok, és nem látod, hogy mi az írás. Az a zsírság. Én legalábbis így használom. És bocs, tényleg elsiklottam valahogy fölötte. God knows. Szevasz, Gokugaben! Még nem készült el Kadri a 48 órás menetrend. Egy játék még mindig lóg a levegőben, belőle, ami még mindig nem vagyok teljesen biztos. Azt tudom, hogy egy játék lett volna, ami teljesen kiesett, azért, mert egyszerűen képtelen vagyok működésre bírni, de képtelen. Úgyhogy az még nem. Danny Boy kérdezi, ez egy tök érdekes kérdés. Amikor megkérdezik, gondolom most ilyen idegenebb környezetbe gondolod, hogy mikor megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, akkor nem érzem a hülyén magam. Ja, hogy nem néznek-e rám furán? De hogy nem? Ülünk, mit tudom én, múltkor is ülünk egy esküvőn, ez még régebben volt, és így beszélgettünk ott emberekkel, nagyjából ilyen 30-35-ös kaliberű emberekre gondolj. Mindenki mondja, hogy mit dolgozik, és te mivel foglalkozol. Na most ez hogy mondjam, hogy jó legyen. Online videókat készítünk az internetre. Mi? Online tartalmat gyártunk. Mi? Felveszünk videókat bizonyos dolgokról, amit felteszünk online, és ezt az emberek nézik. Uh-huh. Miért? Hát azt nem tudom. És hogy ez amúgy ez jó ez? Hát, ja, elég jó. De és miről csináltak videókat? Hát, játékokról főleg. Teszteket? Nem. Tudom mit? Hát, hogy játszunk bele. Egy bemutató? Nem. Akkor mi? Játszunk, és közben látszom. Hogy látszol? Hát, hogy így játszunk, és közben látszom. Mi? Várjál, megmutatom. Telefon. Minden így. És ez hogy van ez? Mondom már, mint mi? Hát, hogy látszol is. Hát mondom. Ez a szakma. Rúrva.
És ezt ki nézi? Hát, aki szereti nézni. Azt, hogy játszol. Igen, azt, de hogy így... Nem érted, ugye? Nem nagyon. Ah, jó, és már 10 percre beszélgetünk, érted? Mindenki így néz, hogy... Mindjárt jön. Na? Mi lesz ennek a vége? Nem, ennyi. Ez. Na és akkor van az, hogy ugye érzed a bilincset a torkodon, a töködön, a bokádon, hogy ebből a beszélgetésből hogy kerülsz ki. És akkor jön a feloldozó Jesus Christ, aki leemelkedik az égből, és a fényével elvakítva mindenkit, végre feloldja a beszélgetést. Így ülök? Jó. Telefonteszteket csinálunk. Na, akkor ezt mondjad, bazd meg! Igen, a tech, az ezt mondja, az fasza! Király! Zsír! Zsír! Szóval nagyjából így zajlik, haver. Ennyit erről, Danny Boy. Ennyi. Hogy létezik-e ilyen ember harcsamoska? A legtöbb ilyen. Én utána rögtön a kérdés tényleg mindig ezt szokott lenni. Igen? A pénzt ezzel lehet keresni? Ja, persze, én ez a pénzt ezzel lehet keresni. Rögtön. Nem. Sajtburgerért szopok. Besorok, bassz meg. Na, lemaradtam. Sorry. Bocsánat kérek. Ez van. Na, szóval, Protozeiger, imádom mind a kettőt, szóval Doom 4. Amúgy szálltok most, hogy van kontrolleretek. Jogos a kérdés talán, hogy jelen pillanatban és bejelentett VR játékokban is kiindulva, melyik PCS szent VR eszközt javasolnátok, illetőleg szerintetek lesz-e valami hatékony cucc a teleportálgatás helyett? A teleport úgy érzem kivesz a VR élményből, legalábbis a valóság részből. Igazad van amúgy, Protozeiger. A teleportálás szerintem sem a legjobb megoldás, de jelenleg a, hogy mondjam, elégséges megoldás. Hogy melyik VR headsetet javaslom most jelenleg megvételre? Azért fogom azt mondani, hogy az Oculus Riftet, úgyhogy szerintem jobb a Vive. Érezted? Mert sokkal rövidebb idő felsetupolni. Tudom, hogy lehet üli experience-be használni a Vive-ot akkor is. Sokkal egyszerűbb így a gép előtt ülő experience-ben használni. Olcsóbb. És van joystick a kontrolleren. Analógkal. Úgyhogy most ezt mondom. Lixon, attól nagyon rosszul leszel. Tovább. Dudzilla, köszönjük szépen a támogatást! Szevasztok, fiúk, mi a véleményetek a bányászatról, ami most beindult? Bányászat? MSI 1070-en már 197K-ba kerül az iPhone-ban. Micsoda? 1070 és RX 480 már nem is kapható, és nagyon tartok tőle, hogy nagy bukás lesz ennek a vége. Kirejmet csináltok csak így tovább. Üdv, Dudli! 197K-ba a 1070. Nem. Várjatok már! Mi van? Beszart az euró? Várjál! Verifé, konferens... Baszki, tényleg? Vatatatá! Videokártya, Nvidia... Mi a fasz történik? Bányászat miatt? Fellendült a bitcoin bányászat megint? Keci, de... De bazd meg, mi van? 122 000 forint egy 1060. What? Az MSI Armor 1070 181 rongy? Adjuk el a kártyákat, Jani! Most! Irány Malibu! Vagy bányászunk. Vagy bányászunk. Bazd meg!
A Strix 1080, nem a TI, 280. Azt néztem, a 1080, ja. Mother of Holy, Jesus Christ. És 250-től indul. 250 ezer, áh, az meg. A TI meg 300 ezer forint. 350 ezer rog. Hát! Egy bitcoin 750 ezer forint. Most meg újfenn van. Az nem lehet. De már mi van, ha? Mi van, bezzeg, mi van? Winkelbosszék, kihugyoztak az ablakon? Vagy mi a kurva élet? Nem tudom. Mi van? Mi a fasz? Egy bitcoin 2700 dollár. 2700 dollár?! Hogy lehet ilyen magasan a bitcoin megint? Most bevetem az összes, de adom a gecibe. Van bitcoinon? Sajnos. Bányászunk már, van itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bányászunk már, geci? Szórakoztatjuk egy bagunkat, bazd meg. Érted? Mi a faszé vagyunk itt? Nem tudom, bányásztik én, bazd meg. Bányásztik én, igen. Na jó, nem tudom. Nem tudom, irány a bánya. Tovább. Hol tartottunk? Igen, Wormguard. Ezt csak így itt hagyom péntek reggel, hogy jól kezdődjön a hétvége. Várjál, ez valami kép. Be fog szarni Wormguard, vagy nem? Beszorult a kontrollom alá egy cable. Köszi. Jaden Arkon, köszönjük szépen a baszó támogatást, haver! Sziasztok, srácok, az ominózus Ketmáriós videó óta követlek titeket. Meló miatt nem néztem mindig a Happy Hour, de a YouTube tartalmak javát követem. Nincs is jobb, mint egy fárasztom összeg után titeket nézni, ez szerény összeg legyen javatokra. Jaden Arkon, neked is nagyon szépen köszönjük. Köszönjük mindenkinek, aki támogat minket. Nagyon köszi, haver. Nagyon köszi. Aquila, ez a zsenialitás felső foka. Anandul, abban a pillanatban bábítanak el a fészen az about részt. Játszunk és látszunk, ennyi. Igazad lehet. Aquila, elmehetne statisztának, vagy szinkronnak, esetleg felkonferálónak, vagy narrátornak, az jól állna. Kösi! Robert Kovács! Rám amiatt is furcsán néznek néha, ha megjegyzem, hogy Szamarinőmben blogot vezetek. Best EU duónak üzenet, szerintem jobbak lettek a PUBG EU szerverek a tegnap esti patch után. Kirek vettek csak így tovább. Kösz, Robert! Na, hallod már? Minden izé. Karma Jean! Hajnalok hajnalán streameltek. Kösz, 3 hónapot, haver. Predrog! Bitcoin bányászat beindult, felvásárolták a vidikarikat. Nice! CK, a WannaCry óta kelendő a bitcoin, az embereknek kell vissza a családi album. Az is elképzelhető. András B., a csíred már nem aktuális? Oké. Okay. Pedrog, RX 48580 egyáltalán nem kapható se itthon, se külföldön. Shit. András B., eléggé fellendült a bitcoin. Igen, ez volt az, amire mondtál. Igen, igen, igen. Dressed. Alsó lábjegyzet. Nem tudom, ezt így tudtátok-e, de a Prime most 7 napig triál, plusz ha utána fizetsz elő, 3 euró 6 hónapig, és utána 5 euró per hó. Így azért már Best Buy, nem? Igen. Más, igen, fellendült a bitcoin, az összes gyártó most már alaplapos videokártyákra gyárt bányászatot, és ez komoly. Nem tudom, mi lesz így, hogy a kínaiak csináltak 2000 dolgot a bitcoin, most komolyan, nem tudom, de ez de nagyon durva. És komolyan, aki nem tudta, a Prime előfizetés 7 hónapig triál, 3 euró 6 hónapig, és azért még fel is iratkozhatsz. Wow, ez nice. Gombafej, figyelj, herzeg. Egyébként ez a bitcoin hogy működik? Hogy bányászod? Hogy kapod meg? Hogy adod el? Virtuális pénz. Űrdollár. A bányászattal gyakorlatilag a bányászat az annyi, nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítve, mert nem akarok belemenni, mert itt leszünk estig. A hardveredet gyakorlatilag úgymond felajánlod a hardvered számítási teljesítményét. Nagyjából ezt jelenti. Nagyon-nagyon felületesen. Hóember, sziasztok, ebben az évben várható valamilyen utazás például Gamescomra, IFA-ra? Nem tudom, Gamescomra biztos, hogy nem megyünk szerintem. Jani? Nem hiszem. A többit nem tudom még, haver, nem tudom. Ili haverja, köszönjük szépen neked is a támogatást, sziasztok, kérdésem lenne, mitől lehetnék hatalmas FPS dropjaim, mitől lehetnek hatalmas FPS dropjaim több játéknál? Ilyet 6700 GTX 1050 Ti. Vagy valamilyen driveret szar, így első körben, vagy olyat is láttam, hogy van egy csomó game, aminél például bizonyos driver verziónál fullscreenben nem droppol a játék,
full screen window módban kurvára droppol a játék. Nem tudom, sok minden lehet, de szerintem egy szoftveres para. A hardware-rel nem lehet gond. Dr. Professzor, reggelit kíváncsi lettem, mi volt a legmeglepőbb találkozás neked vagy Janinak, amikor az esküvői sztori ellenkezője történt? Miszerint olyan embert ismert meg, és vagy törzsnézőtök, ami nagyon meglepődtetek, és nem gondoltátok volna. Nem tudom. Én meglepődtem azon, hogy meglepően sok stand-upos néz minket. Ja. Akik így mennek így a Shoulder Clubban. Maradjunk ennyinél, nagyjából. Midlefty, it goes on and on and on. Kösz szépen a 4 hónapot. Köszi szépen a ver. Mamutkan stream off, mining gone, irány a bánya. Mint egy jó kommunista szöveg. Ja, Mamutkan, ja. Zuzzancs, az lesz majd a fasza, a fél év múlva alább hagy a lelkesedés, és kiselejtezik a bányászkártyákat, és fingerhugyer lehet majd fasza gamerkártyákat kapni használtan. Így van, alig várjuk. Alig várjuk. Igen, Maestrovic, tudom. Tudom. Igen, az a baj ezekkel a bányászkarikkal egyébként, hogy nem nagyon érdemes megvenni őket. Hm? Hát azok használattól függően van, amelyik mondjuk 6-8 hónapig 0-24-ben megy olyan 90-95%-on. Az úgy nem tesz annyira jót neki. Tehát ez egy olyan felhasználási forma, aminél ugye kopóeszköz a videókártya. Úgyhogy... Ja, meg húzva is vannak, atyaja. Szóval azokat szerintem nem érdemes. Szana szét vannak hajtva. Tehát full természet ellenes módon. Tehát olyan szinten természet ellenes módon, hogy... hogy, tehát ez nem a normál működésük. Vagy hogy mondjam. Apoth! Láttatok már az Asus VR per AR mobilját? A Google Tango projekt szenzoraival van szerelve, motion tracking, meg minden mobil VR van. Kettőt rendeltem fejlesztésre. Tényleg? Igen! Vágom a Zenfont. Láttuk. Sajnáltam, hogy a sajtótájékoztatóra nem tudtunk elmenni. Én láttam magát a Daydream, meg a Project Tango projektet így élőben az IFA-n, valamilyen más gyártó kapcsán, és amúgy nagyon meggyőző, ezt a telefonot nem használtam. Elég basszó. Alapvetően egyébként, hogy kinéz. Utána járok jobban, remélem, hogy ki fogjuk tudni próbálni, de egyébként biztos, hogy nagyon király. Főleg a célra, amire szállják. Öt hónap alatt meg is halnak? Módon nem tudtam egyébként, hogy mennyire életképes egy videokártya egyébként bányászat alatt. Gyenge, baszki. Mi gyenge? Nem éri meg. Mi nem éri meg? Fél év alatt 10-20 évvel lehet bányászni a 1500 dollárt. Na jó, de itt 20 kártyáról beszélünk. Ja, csak mondjuk például 10-20 TI. Azt mondják egyébként, hogy a TI nem jó. Lehet. Nem, komolyan. Azt mondják, hogy tény nem jó bányászni. Radeon. Igen? Aha. Mint a szar. Nézd meg a Radeon mennyit bányászik. De melyiket? Mondjuk egy 480-at. Ami olcsó. Kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok. Nincs így leírva, kiszámolom. Ott van, látod, a 1070-hez hasonlítva. Aha. Hát jó vagy gyengébb. RSD-k arányt nézd. Hm?
Normális esetben egyébként hát kicsit több, mint harmad annyiba kerül. 470, 480, 570, 580 hetek óta hiányzik mindenhol, ha van pár darab, elviszik fél perc alatt, nem véletlenül, azt mondja Zuzzancs. Árérték arányban jobban megéri. Igen, a kvadrók is jobban bírják a terhelést, csak a kvadrókkal az a baj, a rohadt drágák. Mondjuk régebb itt vehettek jobb áron, na mindegy. Predrog, 5 hónapot nevet készpénznek, van olyan kártya, amelyik húzva 0-24-ben másfél-két évet is kibír, Nvidia-val meg AMD-vel más-más altcoint érdemes bányászni. Ez is igaz, ez is igaz. Igen, ez teljesen igaz, Esmáté. És ne is mérjünk. Most ez lett a téma, egy kicsit elfelejtünk, semmi gond, jó ez, hogyha a bányászatról is beszélünk, mert érdekes téma egyébként. Teljesen igaza van. Tehát, ugye nem a hagyományos értelembe vett PC-ken szoktak bányászni egyébként. Ezek saját buildek és saját oprendszer van. Linuxnak bizonyos verziói futnak, és gyakorlatilag az úgy bányászik, tehát dedikált bányászgép van. Saját PC-den nem nagyon érdemes bányászgatni. Mi néz ki jól? Mi ez, Zare? Dresd most küldte ezt a képet, mondjam? Igen, jól néz ki. Vannak bányászgépek, amik elég vadak. A Windows is jó. Hát igen, csak ne az a gép legyen, amit használsz, Johnny Vine. Mert érted? Igen, az mó, így van. Altcoin sokkal érdemesebb PC-n bányászni, ilyen kisebb currency-ket. Biztos be fog dőlni amúgy ez a bányász, de 100%. Nem maradhat ilyen magasan, ne basszál már fel. Ez most akkor jelenleg currency szinten mindennél drágább, az aranynál, a platinánál, mindennél. Ez mondjuk amúgy is magasabb, nem? Amúgy is kurva magasod, de mennyi? Katona-e? Hogy ez full legális-e? Persze. Vannak olyan automaták Amerikában, meg Európában is, ahol lehet bitcoinnal fizetni. Nézd, az egy 1200 dollár egy arany. Az arany az 1200 dollár. Ja. Egy egység. Ez 2200. Egy egység. Indukodatlan direkt, volt már szó, igen. Kex, erre most nem szeretnék beszélni. Hol lehet eladni a bitcoint? Hát ugyanúgy tudod eladni, mint pénzt váltani. Konkrétan. Tintafolt, na végre tudtam nézni a Happy Hour-t, mert nem volt őrület a melókában. 3 óra bizony, kösz szépen, Tintafolt. Zöld a hajam? Igen, tudom, itt hátul, ez most az új style. Azt láttam, hogy ez divat, úgyhogy festegetem. Danny Boy kérdezi, hogy magyar ember tudunk-e, aki ebből nagyon jól él. Van valami magyar srác a YouTube-on, aki ezt nyomja, nem? Én nem tudom. Ha jól tudom, van. Volt szó arra, a pluskat kérdezi, hogy betiltják a bitcoint. Paprobi azt mondja, hogy Amerikában van egy srác, aki 43 GPU-val bányászik. Magyar. Érdekes. Székely vegan? Nice. Igen, székely vegán, azt mondja mindenki. Hogy... ők. Ja, hogy volt szó róla, hogy betiltják, de megbukott. Ja, hogy nem tudják adóztatni. Ha! Gergő, ilyet, ezt meg se hallottam. Fúj. Jaj, az Uzancs is mondja, hogy ott van kint a srác, és kenni, mint a disznó. Ja, oké, ez lesz a következő Discovery Channel sorozat, bitcoin bányászta a hátsó szobában.
Wormguard, ha lett volna 5000 forintom, akkor beszállok a Bitcoinbe, így viszont csak vadonatúj Microsoft Windows 95 program lett meg. De mivel új, ezért büszke vagyok rá. Szép. Rócs, köszönjük szépen a feliratkozást! Micsoda? Valaki olvasta, hogy 10 000 dollár is lehet egy bitcoin 10 év múlva. Bassza meg! Ezt is időbe kellett volna elkezdeni. Kurva élet. Bezzek, ha én találtam volna fel a tépőzárat. Kurva élet. Farkas Edi! Köszönjük szépen a feliratkozást. Anna muszáj volt. Komolyan muszáj volt. Muszáj volt, mi? Faszom! Na mindegy. Nem 10 000, 100 000. Ah, az is lehet. Nem röhög! Igen, Bonzsinak igaza van. Olyan ez, mint a tőzsde egyébként, csak itt olyan, mint hogyha te bányásznád a cukrot. Vagy a cukornádat, aminek esik, vagy nő az árfolyama. De ezt most arról mennek a tárgyalások, hogy hogyan szorítsák vissza a bitcoint. A bitcoin árfolyama a japán legalizálásának köszönhetően egyre komolyabb mértékben erősödött. Conspiracy. Ó. Lehet, hogy ez az oka. Nem merülünk bele politikai dolgokba, srácok, semmiféleképpen, de Dressed írja, hogy az is lehet, hogy az új amerikai elnök beiktatása miatt menekítik az emberek digitális valutába a pénzüket. Ami egyébként, most hagyjuk a politikát, de amúgy egy logikus lépés. Hiszen a digitális valutára nem a kül- és belpolitikai döntések vannak hatással. Tehát ugye mondjuk nem egy elnöki kijelentés, vagy egy elnöki döntés van hatással ugye az árfolyamára az adott ország pénznemének, vagy annak, bocsánat, annak, na, arra van hatása, igen. Nem pedig a digitális valutára. A digitális valutának teljesen más befolyásoló tényezői vannak, meg hogy nincs rá adó. Ha! Ez érdekes. Ha belegondoltok, most egy elnök kiáll, nem kell amerikai elnök legyen, bármilyen elnök kiáll, és mond egy fasságot, akkor lehet, hogy a digitális valuta viszont nem változik. Milyen érdekes. Amúgy gyorsan fog esni szerintem most az árfolyam, mert egyre többen kezdenek bele a bányászásba, szóval szerintem egy fél éven belül nagyot fog zuhanni. Ez biztos, mert az emberek mindent elbasznak, ami jó. Hadd ne mondjak példát. Az múl, neked is igazad van egyébként. De ez majdnem biztos, hogy pénzmosásra is használják. Na várjál, most fog beszarni. Humor kérdezi, láttatok a Big E and E2 gameplayt? IGN rakott ki videót az egyik fejlesztővel. Beyond Good and Evil 2! Kitaláltam! Yes! nem láttam még, de meg fogom nézni. Köszi, hogy szóltál. Girosz, és vágod, hogy... Igen, tudom, hogy van Putyinas. Értem, Girosz, értem. Aquila, Bitcoin, infláció, azaz. Kex, az egy dolog, hogy a Darkneten is használják a Bitcoin, de mondom, én láttam olyan pénzfelvevő automatát, ami Bitcoinból is tud kivenni pénzt. Tehát ATM. Kincseki azt kérdezi, hogy akciókamerában mennyire vagyok otthon. Fú, de rossz lesz ez. Közepesen. Ha annyi a keretet, haver, GoPro. Én láttam alternatívákat, és amelyik jó alternatíva a GoPro-ra, azt is elbaszta nekem az, aki megvette.
Mert az első dolga volt engem felhívni, és 2 órát rendelni, hogy mennyivel jobb, mint a GoPro. És innentől kezdve nem is érdekelt. Ez a baj. Úgyhogy nem tudok nyilatkozni az akciókamerákról. Sajnálom. Predrog, a bitcoin bányászata nem fog a végtelenség menni, mivel csak korlátozott számmal létezik. Okkal nem lehet végtelen. Jelenleg még lehet bányászni, de ha eléri a limitet, akkor már bányászni nem lehet majd. Onnantól a meglévő mennyiségből lehet majd kereskedni. 2024 és 2030 közé datálják ezt. Ez fontos info egyébként. Ez fontos info. Vanguard Getz azért kurva nagy poén lesz, amikor lemész kurvázni, és egy bitcoinért kávét és cigit is felszolgál majd, és vigyorogva fogad még legalább 10-szer ingyen. Ja, az úgy érdekes lesz. Szívesen kint, Jacky. Mondom, sajnálom. Ennyit az akciókamerákról. A Deákon van egy bitcoin ATM. Ne basszatok, itthon is van? Nem tudtam. Diobia bácsi, köszönjük szépen! Az 5-6 tier 3... Na végre sikerült megoldani az előfizetős problémám, csak itt a srácok, ti vagytok a mi büszkeségeink. Diobia bácsi, mint azt a kurva élet! Köszönjük szépen, haver! Köszönjük szépen a feliratkozást, a baszó feliratkozást, nem tudom, milyen! Köszönjük szépen, haver! És örülök, hogy tetszik, amit csinálunk. Fuck yeah. Kézműves csatakolibrinak egyébként egy nagyon jó kérdése van. Igen? Ha az ATM kifizet bitcoinból készpénzbe, akkor alapvetően az a bank, vagy az lehet, hogy nem banki, ki lesz a bitcoin? Ja, tényleg. Ki lesz a bitcoin, és mit csinál vele? Van olyan bank, aki támogat bitcoin. Nem tudom, ez bitcoin ATM, nem? Bankok azért nem szarok. De várjál! Ez egy... Mondja már meg valaki, aki látott ilyen bitcoin ATM-et. Az egy bank ATM-e, vagy bitcoinos ATM? És az mit jelent a bitcoin? Nem tudom. Banki lesz, és ő kezeli. Bitcoin ATM külön. Persze, hogy a banké lesz. Aha. És majd lehet a bankunknál bitcoin számlát nyitni? De ha van bitcoinod online, mi a fasznak nyitnál számlát? Igaz, tényleg. Mikor ott van online? Érted? Egy csomó ember nem is nyit számlát, PayPal-e van. De jó, de a bankban lehet felhúzni egy hitelt bitcoinba. Bitcoin hitelt? Az mennyire? Bitcoinra? Mondjuk a bitcoin fedezetű hitelt, azt azért nem venném a fel. MrCoin.eu piszok linkel, te hadd nézem csak. Amilyen oldal lesz te? Ha beesett őt? Szét, megöltétek. Kész. Piszok idehozta a ransomware-t, bazd meg. Bazd meg. Megbaszott. Mindjárt, pont EU-s oldalba az meg az. Pont EU, azt rákattintottam. Normális. Úristen, még mindig tölt. Úristen. Bitcoin ATM, Anker köz 1-3. Mr. Coin, ez a cég neve. Itt az ATM árfolyama. 789.132 forintért adják a bitcoint, és 698.936 forintért veszik. Ügyesek ezek. Tehát egy bitcoinon 90 rugót keresnek. A kurva anyját. És már ezt hogy csinálod? Van bitcoinos bankkártya? Hát akkor mi a faszomat dugsz bele? Jó, bejelentkezel online! Ó, oh, yes! Ha beszarsz. Várj. Nem értem. Rasztok, mekkora... Mennyi idő, amíg ledarál 700 ezeret neked, baszd meg? És akkor tudod, hogy a bankkártyára, így megyed már, így fogod, ott állsz az automatára, azt így... És akkor így mész el, vagy mi a lófasz? Biztonságos. Na ez az, Ropi, igen. Na jó, mindegy, srácok, eltelt az idő.
De legalább beszélgettünk a Bitcoin miningről, láttam, hogy sokan nem is tudták, hogy létezik ez. Legalább dumcsisztunk egy jót erről. 20-asokba adja. Úgy nem olyan sok. Bár úgyse kevés. Főleg, hogy nem egy bitcoint mész gondolom kivenni. Na mondjuk de. Inkább fele. Annyira jó lenne, ha lenne pénz, nem? Tud, rendesen pénz. Ja, bitcoin? Bitcoin pénz. Ha? És ilyen 0,000002. Nem, hogy lenne egy bitcoin pénz, tudod? Na most nem is, hogy jön a mész a izéhez, az autókereskedő, ez is ilyen 2010-es Honda Accord, az így megdobott pénzei. Nesze. Pim! Egy kis üzével, egy kis coinnal így. Pam! Annyi baszki amúgy. Így megdobott, hogy írjad át. Most. Fura. Puskád és John Carmack lenne az ezresen. Azt a kurva élet. Hétből is lehetne erről beszélni? Meglátjuk, haver. Miska kutya, köszönjük szépen az 5 hónapot. Ó, bazd meg, na várjál. Köszi Zuzzancs. Van bitcoinos kártya. Truly. Au! Figyelj oda. Nézed meg. Nézed meg. Debitkárt. It's fucking on. Ott nyomja bazd meg a bitcoin kártya. Ennyi. András B. pont azt tetszik nekem, hogy nincs fizikai formája, haladjunk a korral. Ez jogos. Ez jogos. Ha 8 kell beraktad volna az automatát? Igen, ma Finanster, elég fura lenne beváltani így ilyen pár ezres bitcoinra. Noise. Nincs 1080 Ti-eseli gépünk amúgy. Abból csak egy van abból a kártyából. 1080-ból van eseli gépünk, otthon nálam, ami egészen mostanáig üzemelt. Mining. Ja. Én ezt így. Holnaptól beteszem a garázs. Hadd búgjon ott. Igen, fél áras a GTA 5. Just saying. Igen. Megvetted a Bethesda Complete Packet? Van olyan? Srácok, vége kéne legyen a streamnek, de nem akarom. De vége lesz, de nem akarom. Bethesda... Bazd meg, miért nem írok? Bethesda... Ittből Bethesda is az első. Ne nézzétek az árat! Ne nézzétek az árat, mert nekem nem jó, mert nekem megvan belőle egy csomó, és amiatt eltorzul. Mennyi amúgy? 60 euró. Arx Fatalis, Commander Keen, Wolfenstein 3D, Quake Collection, Heretic Plus Hexen Collection, Fallout 3, Elder Scrolls Oblivion, Morrowind, Call of Cthulhu, New Vegas, Wolfenstein, a Return to Castle Wolfenstein, a Brink, a Haunted Demon's Forge, Rage, Dishonored, Doom 3 BFG, Wolfenstein The New Order, Fallout Classic Edition, Evil Within és Wolfenstein Old Blood. És ez 60 euró. 60 euró, basz. Ha. 60 euró. A kis késit. A Falloutok a másik accountomon vannak meg. Nem, mint a régiek. Bizonyosoknál fogva. Jó, ez nagy pénz 60 euró, de... Bazd meg, mi játék ez? Hát de baszki, de most érted, most nem akarok rentelni itt megint. 60 euró? Csak mondom, a Dishonored-be, az Evil Within-be, a Call of Cthulhu-ba, az Oblivion-ba, a Morrowind-be, meg a Fallout-okba szerintem van vagy 400 órányi gameplay.
alsó hangon. Stein Sama, 4 euró a Shadow of Mordor. Japp. Nem is beszélve ugye a multigémekről, meg a retrogémekről, amik ebben benne vannak. Ez eszméletlen durva. Fasza. És a Quake Collection-ben mi van benne? Mind a három? A Quake Collection-ben benne van a Quake 1, 2, az összes Mission Pack a 2, az a Quake 3 és az összes Mission Pack az 1-hez. Hmm. És a Fallout Collection, az is egy collection. A Fallout Collection benne? Ja. Az mi? Az összes Fallout. Bassza meg már. Csőkex. De a nekről csak 15 euró lesz. Na. Július 5-ig tart a Summer-szel. Japp. Végig is jó deal. A GTA 5 az még mindig 60 euró Steam-en? Ja, ne, de hogy is 30 euró. Még mindig megéri a 30 eurót. A negatívot, az, hogy most már kurva szar az értékelés a GTA-nak, azt azért kapta, mert lelőtték azt a modot. A Take-Two-sok. Ennyi. A GTA 5, mint játék, az attól még ugyanolyan hibátlan, mint volt. Na jó, srácok. Túl sokat beszélhetnék még, amit nem szabad, be kell osztani. Lerohad az agyam. Tudjátok, hogy van ez. Köszi szépen, Aranduril. Köszi szépen. Köszi szépen, hogy itt voltatok ma reggel, srácok. Mindenkinek, aki nem lesz itt a délutáni streamben, jó hétvégét kívánok, és boldog pénteket. Megáll Tiger, köszi szépen a 3 hónapot. Több mint 2 hónap lakásfelújítás után újra tudom követni a Happy Hour-t is. Mocskos kivitelező. Köszi 3 hónapot, haver. Úgyhogy találkozunk délután akivel, akivel meg nem, annak meg jó hétvégét, azzal meg hétfőn, remélem. Legyen szép napotok. Péntek az én napom. Mi van, Dreszt? Válaszoljunk arra a sírekre, hogy milyen az American Gods első évada? Vagy szerintünk milyen? Én egy bizonyos résznél abba hagytam ma be. Majd hétfőn beszél róla.